Köszöntöm Önöket, a Kaleidoszkópot látják. 2023-ban országszerte több mint 400 intézmény részvételével zajlik a múzeumok éjszakája. Mai adásunkban három rákosmenti helyszínre látogatunk el, ahol a szervezők színes programokkal készültek az érdeklődők számára. Tartsanak velünk a Csekovszki gyűjtemény kiállítóházába, a Rákoshegyi Bartók Zeneházba és az Erdős René házba. Június 24-én késő estig országszerte több mint 400 intézmény nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, ugyanis 2023-ban is megrendezték a múzeumok éjszakáját. A 17. kerületben három helyszínen fogadták aznap az érdeklődőket, köztük a Csekovszki gyűjtemény kiállítóházában, ahol a rendezvény fiataloknak szóló programokkal vette kezdetét. A gyerekek közös agyagozását követően a jelenlévők, Deák Ildikó óvodapedagógus papírszínház előadásán vehettek részt, melynek keretében népi hangszeres kísérettel a Csillagszemű juhász történetével ismerkedhettek meg. Nér meg, dörmög a medve, nincsen neki jó kedve, alhatnék, mert hideg van. Jó lesz bent a barlangban. Hát igyekszem interaktívvá tenni, hiszen a megszólított közönség az ugye az óvodás korosztály és a kisiskolások, és hát azért az ő figyelmüket 40 percig csak úgy lehet lekötni, ha az ember azért használ hozzá eszközöket. A papírszínház láda az a legfőbb eszköz, ugye, amiben a képek megjelennek a mesének a folyamán. Mellé hangszereket használok, igyekszem népi hangszereket használni, citerát hoztam magammal, sámándobot hoztam magammal, furuját hoztam magammal, és egy kis nyelvdobot, ami nem népi hangszer, de nagyon szép hangja van, úgyhogy az is tetszeni fog a gyerekeknek. Sípokat, mindenféléket használok hozzá, hogy a figyelmüket fenntartsam. És ha már a gyerekek figyelmének a fenntartása véleménye szerint, hogyan lehet megszólítani a gyerekeket, mi kell ahhoz, hogy egy előadás vagy egy produkció igazán lekösse őket, és igazán a sajátjukénak érezzék azt? Hát nagyon kell hozzá egy személyiség, ami elég, hogy megkapó legyen, hogy az ember magára tudja vonni a figyelmüket. Kell, hogy folyamatosan kontaktusban legyen a közönséggel, hogy mégis mire vevő a közönség, mi az, amit még lehet húzni, mi az, amin túl kell gyorsan lépni, mert annyira nem vevők rá. Ez hát eléggé rugalmasnak kell lenni hozzá, hogy az ember így ráérezzen erre. És úgy begyorsított, alig bírta szusszal levegővel. És csak táncoltatta őket. Óvónéni pályám során jöttem rá arra, hogy ez a mesélés ez nekem nagyon testhez álló. Egy kicsit színészkedés, egy kicsi zene, minden van benne, éneklés, egy kis színház, és akkor nagyon érdeklődtem az iránt, hogy hogyan lehet ezt tovább fejleszteni, és akkor így fejlesztettem a papírszínház előadásokat, magam találtam ki őket, tehát ezek az előadások így az én szüleményeim. Maguk a mesék, azok a Csimota kiadónak a gondozásából kerülnek ki, de magát, hogy ebből egy 40 perces előadás legyen, ezt én szerkesztettem meg. Ezen felül pedig népmeseműhelyeket tartok, ami csak az élőszavas mesélésből áll, és az másfajta előadások. Ezt most tanultam nemrég, úgyhogy ezt még csak most kezdtem el. Előre a füledet, utána hátra, előre a füledet, utána rázzad, utána ugi-bugi, utána forgás. Nem szeretném a pályát elhagyni, óvónéni szeretnék maradni, úgyhogy remélem, hogy ez így megmaradhat. Emellett igyekszem ezt így végezni, hogy ameddig nekem ez így kielégítő, ameddig ezt szívesen csinálom, addig csinálom, fejleszgetem magamat. Itt a kerületen belül dolgozom, messzebbre nem nagyon megyek el, mert gyorsan megközelíthető, van itt nagyon sok gyerek, nagyon sok óvoda, nagyon sok művház, nagyon sok könyvtár, ahova hívnak engem. Úgyhogy nem szeretnék messzebbre menni, itt nekem ez pont elég, ami a szabadidőmbe belefér. Csekovszki Árpádné Edita, Csekovszki Árpád Művészeti Alapítvány elnöke elmondta, az eseményt minden évben a fiatalabb korosztálynak szóló programelemekkel nyitják meg. Nagyon szeretjük ezt a programot, hogy mindig a gyerekekkel indítunk, az agyagozással, mesével, bábozással, és utána jön a felnőtteknek a műsora, mert ez valahogy annyira hangulatot ad a kertnek, meg az egész intézménynek, a kiállítóháznak is, hogy ezt nem lehet elhagyni. És egyre több felnőtt is agyagozik, azt vettem észre, mert a pandémia valahogy rá
kényszerítette az embereket, hogy saját maguk hozzanak ki magukból ilyen alkotói vénát, hogy valamit csináljanak ugye a bezártságból. Ez nagyon érezhető volt tavaly is, hogy nagyon sokan jöttek, mert a közösség hiányzott. A kiállítóházba látogatók nem csak Csekovszky Árpád keramikus művészetéről kaphattak átfogó képet, ugyanis az özvegyétől azt is megtudhatták, mi jellemezte az alkotót a műtermen kívül. Nagyon szerény volt, nagyon magának való volt, nagyon szeretett a műterembe egyedül lenni, zenét hallgatott, tervezett, vagy magát az alkotást csinálta, és szóval inkább zárkózott ember volt. Nagyon finom humora, nem harsány volt, úgyhogy a barátok is nagyon szerették, a család kedvelte, a növendékek is. Hát nem is kell mást mondanom, hát tavaly is volt keramikus találkozó, 26 növendéke volt itt, összejött, és már most ostoroznak, hogy mikor csinálok megint kerti partit. És akkor ugye beszélünk róla, meg a gyerekek, hát 70 évesek, de hogy mit is mondottak a munkáikra, hogy korrigált nekik. És volt, aki most árult el, hogy egyszer vitt sok dolgot, és fogta és lesöpört az asztalról. Ez nem jó, ez nem maga, csináljon mást. Mindig kihozta azt az egyéniséget, hogy ne másoljon soha mást, hanem a saját kreativitását, a saját gondolatait jelenítse meg. És most, ha kiállításra is elmegyek, vagy mindenkire ráismerek, hogy kinek mi a karaktere, úgy dolgozik. Senki nincs kis Csekó, úgyhogy, na hát ilyen volt. A Rákoshegyi Bartók Zeneházban tiszteletem kedves Neumann János 120 címmel, dr. Pilát Károly, Daróczi Tamás, Lökösházi Mária, Mitzinger Ilona és Bokor Jutta tartott előadást, amely során Jacques Offenbach Hoffmann meséi című operájának részletei is felcsendültek. Egy pályázatot láttunk, a Neumann János felhívás, a Neumann János közhasznú non-profit ZRT-nek a felhívása, és elindultunk a Neumann János 120 éves évfordulójára. És nyertünk a pályázaton, hála Istennek, országosan 10 pályázat lehetett csak sikeres, mi az egyike vagyunk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, és hát miről is szól tulajdonképpen a mesterséges intelligencia, amelyről majd Pilát Károly fog mesélni, akit elneveztünk Tudós Karcsinak, tehát Tudós Karcsi, ami tulajdonképpen az eszménknek az elmesélője, ő fog Neumann Jánosról is erről az egész programról mesélni, nagyon sok képpel és nagyon sok akkor rögtön kialakított mesterséges intelligenciával, és ehhez párosítottuk Jacques Offenbach Hoffmann meséi című operájának részleteit. Itt kifejezetten a babára, azaz az olimpia babára helyeztük ki a cselekményt, ő körülötte forog az egész cselekmény. Ugye a babát a tudós életre kelti, aki hát nem emberi lény, aki egy létesítmény, tehát egy ilyen mesterséges intelligenciának az egyik képviselője, és ő megelevenedik, a Hoffmann pedig ugye szerelemre gyullad iránta. Hoffmann beleszeret, nem látja, hiába mondja a barátja, hogy vigyázz, hát ő nem egy élőlény, ő csak egy ragyogó szemű baba, mégis Hoffmann teljesen megfeledkezik, gyönyörű szép szerenádot énekel, majd kijön a szolga is, a Ferenc is azt mondja, hogy hát borzasztó ez a tudomány, hogy itt mindenféle áramforrás van, és a tudósoktól rettegünk és félünk, tehát hogy nagyon aranyos és nagyon humoros kis jelenetek következnek, és befejezzük a Neumann János szövegére alakított barkarolával, ez pedig a Giulietta képben van a Hoffmann meséiben, Jacques Offenbach operájában, amire azt hittük, hogy Neumann János matematikusunk 120 éve született, és a születésnapjára készítettük ezt a programot. Tehát valójában az egész ugye Neumann János 120 éves évfordulója körül forog. Ugye
évről évre csatlakoznak a múzeumok éjszakájához. Miért tartják ezt fontosnak, hogy a zeneház is részese legyen ennek a programnak, illetve hát, hogy mit kapnak az érdeklődők, akik a mai napon majd végignézik, illetve végighallgatják a két előadást? Hát én azt gondolom, hogy mi ugyanazt csináljuk ma is, mint amit egész évben. Tehát, hogy nagyon színvonalas, nagyon értékes, klasszikus, komoly zenei programokat igyekszünk összeállítani, amely hát mindenkinek a kedvére van. Tehát lesz itt jazz, lesz itt komoly zene, lesz itt opera, lesz itt tudomány, tehát minden, ami a mai 21. századi embert érdekli. Úgyhogy mi ezt szeretnénk közelhozni, még és közelhozni az emberekhez, és szeretnénk az emberek vérébe beivódni, hogy jöjjenek hozzánk nem csak a múzeumok éjszakáján, hanem minden egyes komoly zenei hangversenyre. Az Erdős Rönéházban a megjelentek Nagy Sándor Endre klarinét művész bemutatóját tekinthették meg, melynek keretében különböző fafúvós hangszerekről szerezhettek ismereteket. Visszatérő vendége a múzeumok éjszakája programoknak itt az Erdős Rönéházban. Ez alkalommal milyen hangszerekkel érkezett, milyen hangszereket ismerhetnek meg az érdeklődők? Valójában ez a kis gyűjtemény, ami ha nem is muzeális értékű, de az 1900-as évek első harmadától szerettem bele a fúriákba. A legelső hangszereim egyike, ez a bizonyos szoprán és alt, ami európai olajfából készült, és a használatok után már különböző kopások mellett az ember nem csak a úgynevezett ujjai kopnak és az ízületei, hanem a fa, ezeket meg kellett már reparálni. Ennek a hangszernek vannak kisebb és nagyobb változatai. Egy tenor a Mögg cégtől. Ez a gyűjtemények sorában gyakorlatilag a flauto dolce névvel volt az olaszban elhatárolt. Ez egy belga készítmény, a Jan Hacint József Rothenburg, ki élt 1672-1765-ig, ez gyakorlatilag a Rothenburg családnak a fennhatósága alatt készült. Ezeknek a hangszereknek az egész garnitúrája megvan nékem. A Rothenburgok mellett nagyon-nagyon fontos, amit én a elmúlt időszak révén egy más fafajtákkal, rózsafa és a tulipánfa. Itt kis gyűjteményben látható egy-egy kis toldás. Ez a konkrét hangolásnak is a véleményezése. És gyakorlatilag, ami kívül a részgyűrű alatt pici kis toldalék van, az van a hangszernek a belsejében, egy kis hanguló gyűrű, mert gyakorlatilag ezeket a hangszereket, ha gépzenére, úgynevezett felvételre, 440 hangolásra, 440-es hangolású hertz számba tudjuk, akkor ezeket a hangszereket különböző gyűrűkkel egy sorba, úgynevezett a csapokat kiegészítve egy toldalékkal látjuk el, és így lesz tiszta a hangszer. Egy nagyon érdekes összeállítás. Amikor ugyanaz a hangszer játszik, két szólamban. De mi van akkor, amikor három hangszert is együtt mozgósítunk, akkor mindegyik hangszernek, akár egy basszus, egy körtefa hangszer, ami küng, egy svájci hangszer, ez egy valamikori tárogatomból lett vásárolva. A népi fúriáknak, a gyűjteményének a legkedvesebbjeimet is elhoztam, így őszi barack, sárga barack, a diófa, ezek mind-mind nagyszerű pálinka fafajták. Hogyha valaki kedveli a pálinkákat, nekem otthon népi fúriáim vannak ezekből a fafajta anyagaikból, a cseresznye, akkor van egy úgynevezett a bútorokban a barkónya berkelnye, az is egy nagyon híres hangszer fafajta, a mandulát sem szabad kifelejtenem. És van még a szilva, egy G. Az egész komplexió van a kis mandula fisztől egészen a fisz alaphangig, tehát a diatonikus mindegyik hang. Nagyon érdekes, megtalálható. Például
Az akácból is van egy kovácsolt készítése. Nevet a Rika, nevet a Rika, nevet a kicsike, Sárika. A gyerekek számára Jós Tamás előadó művész adott koncertet Kedvenc barátaim az állatok címmel. Mindemellett a muzeális intézmény állandó és időszakos kiállításait is megtekinthették az érdeklődők. Vannak olyan látogatók, akiket nem is érdekel például a zene meg ezek a dolgok, hanem eljönnek és megnézik a múzeumot és megnézik a kiállításokat. Ugye már nagyon régóta ez az Erdős Reniház Rákosmente helytörténeti gyűjteménye és helytörténeti kiállítása. Tehát az állandó kiállításunk is a helytörténeti kiállítás, a néprajzi kiállítás, illetőleg nálunk még kapcsolódik hozzá a Merzse Mocsár dioráma kiállítás és az Erdős René emlékszoba, amely nem is annyira az írónő emlékeivel van tele, hanem inkább tisztelünk a Villa Hajdani lakója előtt. Ezek az állandó látnivalók a házban, illetőleg még a kertben van egy kis kőtárunk, ahol a régi keresztúri meg csabai temetőből néhány már majdnem 200 éves sírkövet, meg 100 éves sírkövet is bemutatunk. De idén a Ruhatár 2 című néprajzi kiállítás az attrakciónk igazából, amelyet különböző támogatások segítségével, NKA, illetőleg önkormányzati támogatások segítségével építettünk, és a keresztúri népviseletet mutatja be, illetőleg ehhez kapcsolódik egy olyan bemutató is, amely azt mutatja, amikor már nem népviseletbe jártak az 50-es, 60-as, 70-es években az itteniek, azt is mutatja, hogy hogyan változott meg ez a viselet és a korszaknak a divatját mutatja be. Ádám Ferenc, az Erdős Renéház vezetője továbbá hozzátette, jó lehetőségnek tartják az országos kezdeményezéshez való csatlakozást. Jó alkalom a kapcsolatépítésre a különböző majdani adakozóinkkal, munkatársainkkal, segítőinkkel. Ezért egy múzeumnak igazából ezért nem a buli miatt, meg ilyesmi miatt, ez is kell, ez is népszerűsíti az intézményt, de hát mi feladatunk ugye a gyűjtés, megőrzés, feldolgozás és bemutatás, és ebben ez nagyon segít bennünket. Mi igazából egy kis intézmény vagyunk, ez pedig egy olyan rendezvény, amit máshol például egész művelődési házak szerveznek, jóval többen. Mi ezt nem tudnánk megcsinálni anélkül, hogyha nem lennének önkéntes segítőink. Most is szép számmal vannak önkéntes segítőink, olyanok, akik régen is segítettek nekünk, de olyanok is, akik a Facebookos felhívásomra jelentkeztek, teremőrnek például. Szeretném azért őket elsorolni. Szelepcsényi Sándort és Makovinyi Zoltánt ugye sokan ismerik, ők már évek óta segítenek, de például Király Márta, Hegyi László, Jó Enikő, Molnár Kitti, vagy Harangi Zsolt, ők újak, ők jelentkeztek önkéntesnek, nagyon köszönjük nekik ezt a segítséget. A programok késő estig folytatódtak a 17. kerületben, a Csekovszki Gyűjtemény kiállítóházában többek mellett az Écska és Húba Duó szórakoztatta a közönséget klasszikus blues és soul muzsikával. My lover's got no power, he's got a strong beliefs. My lover's got no fame, he's got a strong beliefs. My lover's got no money, he's got a strong beliefs. My lover's got no fame, he's got a strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. All what he's looking for, one more and more. People just want more and more freedom and love. Oh, what is looking for? Freed from desire. Mind, senses purified. Freed from desire. Mind, senses purified. Freed from desire. Mind, senses purified. Freed from desire.
A Rákoshegyi Bartók Zeneházban este 8 órakor a Vadászkamara Kürt együttes lépett színpadra. Naturvadászkürt zenét játszunk, ez a természetes felhangokat használja a hangszer, nincsenek billentyűink, ebből adódóan egy bizonyos korlátja van a hangszernek, de nagyon jól kis megkomponált darabok. Az este első felében inkább a vadászaton használatos kürtjeleket és a vadász napot végigkísérő zenei aláfestést próbáltunk bemutatni a közönségnek. A második részben pedig kihasználva ezt, hogy egy komplett kis fúvós együttes volt jelen, azok már némileg komolyabb indulók, fanfárok, hosszabb lélegzetvételű darabok voltak. Ez egy részfúvós hangszer, gyakorlatilag úgy működik, mint egy trombita vagy egy kürt, azzal a lát szembeszökő különbsége, ugye, hogy nincsenek billentyűink. Ez egyébként valószínű annak a gyakorlatias dolognak a következménye, hogy a vadászitény az inkább téli, őszi időszakban történik, és hogy ne fagyjanak, illetve ne sérüljenek ezek az érzékeny billentyűk, csak egy gyakorlatilag egy megtekert cső a fúvókával. Trombita és kürt-szerű hangot, tehát egy kürtnek hívott hangszer. Így, hogy a legtöbb szerzemény 4-5-6 szólamú, egész gazdag hangzást tud produkálni. ...2005-ben alakult, az alakulásnál még csak 3 vagy 4 fő volt, és ők mind vadászok voltak, akik kedvtelésből zenéltek. És az évek folyamán hozzájuk csatlakoztak olyan zenészek, akik pedig a természetet kedvelik, esetleg még vadásznak is emellett. Úgyhogy jelenleg 12-en vagyunk most már jó pár éve, és nagyon összeszokott kis csapat vagyunk. A formáció az év hátralévő részében több helyszínen is ad majd koncertet, ősszel pedig egy európai versenyen indulnak majd el. Az októberben lesz, addig szerencsére van még bőven feladat, amit gyakorlatilag a felkészülés részeként élünk meg. Jövő héten Szekszárdon lesz egy Nimród fórum, ez egy szakmai fórum, amit minden megye megrendez a Nimród újság kezdeményezésére. Nyár végén, illetve már gyakorlatilag most is, mert ma délelőtt a csapat másik fele Domboráron a Tolna megyei vadásznapon szerepelt. Nyár végén az országos vadásznap, aztán ami egy fontosabb állomás az együttesünk naptárjában minden évben, ez a Gödöllői kastélyban a szeptember közepén az ottani vadásznap, ott is egy komplett műsorral szoktunk készülni, úgyhogy van feladat bőven. Az Erdős Rönéházban Demeniv Mihály állt a nézők elé, aki színes repertoárral érkezett Rákosmentére, ugyanis a harmonikára írt zeneművek mellett orgona és csemballó muzsikával, illetve saját átirataival készült a fellépésre. A zenész a szüleitől, akik egyébként maguk is művelői a hangszernek, 4 évesen kapta meg első 1-oktávos harmonikáját. Otthon mindig hallottam a harmonika zenét, ahogy jöttek növendékek, készültek versenyekre, hangversenyekre jártak, és senki nem mondta nekem, hogy harmonikával foglalkozok. Egyszerűen úgy éreztem egyszer csak, hogy már lassan koncertre kell mennem, és még hangszerem sincsen. Akkor kértem az első hangszert, egy elég kis, egy ekkora, egy oktávos harmonikát kaptam, és azóta mondhatni nem raktam a kezemből, és nagyon érdekes tűntnek számomra a harmonika, nem csak mint zene, hanem mint maga a játék, mert a kisgyerek szemmel tekintve ugye van jobb kézbillentyűzet, van bal kézbillentyűzet, vannak mindenféle hangszínek, regiszterváltok, úgyhogy én akár ilyen órákig el tudtam lenni a hangszerre, kísérleteztem a hangjával.
a különlegessége szerintem az, hogy eléggé kis hangszer, csak 15 kiló, vannak kisebbek, vannak nagyobbak, mint például a kiskoromban kezdtem, és rengeteg hangzása, rengeteg más hangszer hangját tud imitálni, tulajdonképpen egy egész zenekar hangzása tud megszólalni. Ezáltal a harmonikán megvalósul az, hogy tudunk játszani dallamot, és tudunk és magunkat tudunk kísérni, és tudunk kíséretet játszani. És szerintem ez nagyon elég különleges és érdekes a harmonikában. Harmonikán elég sok zenei stílust lehet játszani. Nehéz lenne kiválasztani egy konkrét stílust. Szeretem a klasszikus zenét, méghozzá az orgona zene például nagyon jól szól, mert a hangszer felépítése adódóan a harmonika és orgona között sok közös dolog van. Ezen kívül szeretem más könnyedebb stílusokat, mint például jazz, mondhatjuk az Astor Piazzolla zenéje, ami hát önmagából adódóan közel áll a harmonikára, ugyanis Astor Piazzolla nagyon sokat tett harmonika a tangó népszerűsítéséért, tehát ilyen zenét is nagyon gyakran szoktam játszani. Demenev Mihály továbbá ismertette az idei évben megvalósuló koncertjeinek sorát, melyek között szerepel egy a tanítványaival közös produkció is. Ugye harmonikázás mellett jelenleg tanítok is, Bartok Konziban, Zeneakadémián is, úgyhogy a koncertek mellett sok ilyen teendőim is vannak. Ezen kívül nyáron több koncerten is fogunk fellépni, mind szólóban, mind MÁV zenekarral is fogok fellépni, és lesznek olyan koncertek is, ahol a növendékeimmel, például a zenéskolás növendékeimmel is fogunk fellépni. Ezt követően a Cakó Virág Kvartett lépett fel az Erdős Rönéházban. A zenekar jazz örökzöldeket és amerikai jazz standardeket adott elő, latin bosszanovákkal és néhány grúvos feldolgozással kiegészítve. Nem így szoktunk általában játszani, de Gyárfás Istvánt nagyon régóta ismerjük. Apukámmal régen együtt zenéltek, és így alakult, és szoktunk azért együtt is játszani, és erre az alkalomra is így jöttünk össze. Négy-öt éve kezdtem el éneket tanulni, nagyon vicces, mert most találkoztam az első osztályos zongoratanárommal itt véletlenül, és jártam zongorázni, énekeltem is, de igazából 15-16 évesen kezdtem el komolyabban foglalkozni a jazzzel. Kik azok a műfajon belül, akik inspirálóan hatnak rád, akikre felnézel? A mostani énekesek közül mindenképpen Diana Krall, és mostanában már így a fiatalok felé is azért nyitott vagyok, és vagy mindig is nyitott voltam, de hogy nagyon tetszenek az újabb feldolgozások is, Samara Joy, Veronica Swift. Cakó Virág továbbá elmondta, az idei évben klubkoncertekre és fesztivál fellépésekre is készül az együttesével. Klubkoncertek is lesznek az Opus Jazz Clubban, a Budapest Jazz Clubban, meg vidéken is fogunk fesztiválra menni. Az Erdős Renéházban jazz programmal, Rákosligeten a Hősök terén pedig Tűzsonglőr produkcióval zárult a 2023-as múzeumok éjszakája. Így telt a 17. kerületben a múzeumok éjszakája, ezzel pedig műsorunk végéhez értünk. A Rákosmente Televízió kulturális magazin műsorát, a Kaleidoszkópot látták. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, tegyenek így a jövő héten is, viszontlátásra!